Gyerekközlekedj elnevezéssel országos együttműködés jött létre a gyerekek biztonságos közlekedéséért. A nyitó rendezvényt a Rózsakerti tagovodában tartották, ahol két megállapodást is aláírtak a megjelentek. Eddig is csináltuk azt a tevékenységet, hogy különböző oktatási csomagokat készítettünk az óvodáknak, hogy az óvoda pedagógusok a napi foglalkozás keretében ilyen célzott foglalkozásokat készítsenek, és ehhez készítettünk útmutatásokat. Ez az, amit a KTI alapfeladataként a Közlekedési Minisztérium háttérszervezeteként végzett. Ennek a kiterjesztését tervezzük és reméljük ettől a programtól, hiszen ezek a baleset megelőzési intézkedések, oktatási anyagokat, hogy szélesebb körben tudjuk teríteni, és a már kicsit kiemelve, kilépve az óvodai körből, esetlegesen az iskolásoknak és a felnőtteknek is el tudjuk adni. Ebbe segít minket részben a Volán Egyesülés és részben az Autós Nagy Koalíció, akik olyan segédanyagokat készítenek, amik a gyerekeknek át tudunk adni, illetve a Polgárőrszövetség, ahol képzésekkel segítjük a Polgárőrszövetséget, és az alapján a Polgárőrszövetség ezeken azoknak a kressz parkoknak a üzemeltetését és a gyerekeknek a nevelését sokkal szélesebb körbe tudja megtenni, mint ahogy eddig KTI-ként végeztünk, hiszen a létszámunk alapján korlátosak vagyunk, nem tudunk minden óvodába elmenni, és abba bízunk, hogy egyre több gyereket, egyre több kisgyereket tudunk elérni ezzel a programmal, és megismertetni velük a közlekedés biztonsága alapjait. Az óvodások egy több állomásból kialakított játékos oktatópályán ismerhették meg a közlekedés szabályait. Sok-sok évtized tapasztalat mondatja velem, hogy bizony-bizony a gyerekeket is érheti baj, és a legszomorúbb ebben az, hogy általában olyankor, amikor felnőttek felügyelete alatt vannak. Igaz ez egyébként a közlekedésükre is, tehát kevés gyerek sérül meg úgy, hogy önállóan vesz részt a közlekedésben, gyalogosként, utasként egy tömegközlekedési eszközön, vagy éppen kerékpáron. Leginkább akkor sérül, amikor egy felnőtt autójában ül, és ők nem vigyáznak rájuk. És hogy miért a gyerekekkel foglalkozunk mégis, és miért nem a felnőttekkel? Hát azért, mert a gyerekek is tanítják a felnőtteket. Erre is számtalan példát tudnék sorolni, amikor a gyerekek rászólnak édesapjukra, nagypapájukra adott esetben, hogy nem csak nekem kell gyerekülésben ülni, hanem bizony az övet neked is be kell csatolni. Budafok Tétény elsőként csatlakozott ehhez az országos programhoz. Ami igazán megtisztelő, hogy egy országos program első állomása vagyunk, tehát itt írták alá az érintett szervezetek, akik szervezik ezt a programsorozatot, egymás közt a megállapodást, és hát persze én is részt vettem ezen az aláíráson. Nagy megtiszteltetés, hogy itt voltak, és úgy vélem, hogy megelőztük a korunkat itt Budafok Tétényben megint. Balázs Heni törzszászlós asszony már több mint 10 éve szervez hasonló dolgokat, de nyilván más egy országos programnak a tartalma, vagy ha tartalma nem is a lehetőségei. Úgyhogy az a biztonság, amelyet a gyerekeink élveznek, ha fokozható tovább, akkor mindenképpen érdemes ezért még tennünk. Minden óvodás ajándékba kapott egy láthatósági hátizsákot, benne sok hasznos tárgya. Szeretnénk, hogyha az óvoda pedagógusok megtanulnák azokat az ismereteket, elsajátítanák azokat a készségeket, eszközeik lennének ahhoz, hogy közlekedési ismereteket tanítsanak. Nyilván itt nem a közlekedési szabályok megismertetéséről szól, hiszen ők még nem igen vesznek részt önállóan a közlekedésben. De hozzá kell szoktatni őket, hogy a közlekedés az egy olyan módja az életnek, amit nem tudunk megkerülni, ebben mindenki részt vesz, aki reggelbe csukja maga mögött az ajtót, de lehet ezt úgy is csinálni, hogy az örömünkre váljon, ne kerüljünk veszélyhelyzetbe, és tulajdonképpen ezeket játékos formában, gyakorlatokon keresztül szinte automatikusan felveszik a gyerekek, és hogyha így nőnek fel, ha így lesznek általános iskolások, így szereznek vezetői engedélyt, jogosítványt, akkor ők bizonyára sokkal kulturáltabban közlekednek majd, mint a mostani felnőttek. A programon résztvevő gyerekek nagyon élvezték a feladatokat.